Lobogott a szélben a szélzsák szombaton Balkányban, ahol akár csak egy drónt távolról irányított a pilótája a kis repülőt. Egy határokon átnyúló projekt keretében Európai Uniós támogatással nemzetközi kárpáti repülőnapot tartottak a Planki repülőtéren. Ennek vezető kedvezményezettje a Szatmár-Németi Nemzetközi Repülőtér, teljes költségvetése több mint 1 millió euró. Célja, hogy a meglévő határmenti légi közlekedési infrastruktúra felhasználásával hozzájáruljanak a személyek és áruk hatékony, határokon átnyúló mobilitásához. Bár térségünkben ez még innovatív megoldásnak számít, a nyugati országokban bevált módszer, sőt már a Dunántúlon is alkalmazzák. Ez úgy működik egyébként, hogy üzletemberek, vagy akik repülni szeretnének egyik helyről a másikra, akár turisztikai céllal is igénybe veszik ezeket a kis repülőgépeket. Na most mi ezt úgy gondoljuk, hogy ezt a mobilitásba, különlegesen itt a schengeni határ mentén, ahol órákat kell várakozni, tehát partnereink most is órákat várakoztak a határon, meg ha a háborúnak vége van, akkor Ukrajna területéről is ez a repülés beindulhatna. A határon átnyúló projekt jócskán túlmutat a balkányi repülős találkozón. Készül egy VFR guide, ami feltérképezi azokat a leszállópályákat, ahol ezek a kis repülők leszállhatnak. Éppen ezért településekkel is felvettük a kapcsolatot. Nagyon sok például Ukrajnából is az érdeklődő település, akik szeretnének ilyen kis füves pályát kialakítani, ami a Plangi repülőtér Balkányban. Ez nagyon jó példa egyébként, mert nem egy nagy, hát viszonylagosan, tehát nem egy olyan nagy beruházás, és mégis lehetőséget ad annak, hogy a repülés szerelmesei találkozhassanak, kapcsolatokat építsenek, üzleti kapcsolatokat alakítsanak ki. És ezt szeretnénk mi itt a megyében is, illetve a Kárpátok területén, itt a határmenti területen megvalósítani. Tehát ezért voltak itt a települési polgármesterek, többen is érkeztek. Most ezen a rendezvényen Lengyelországból is szálltak le kisrepülők, és egy légi bemutatót tartottak. A programot vadászpilóták élménybeszámolója is színesítette. Abban a szerencsés helyzetben voltam és vagyok, hogy kevés ember mondhatja el magáról azt, hogy az, ami a munkája, az a szenvedélye is, és meg tud élni a munkájából, és emellett ez a szenvedélye is, és ez a mindennapja is. A KA-26 jelzésű Kamov helikopter is megmutatta magát, amelyet még az 1960-as években terveztek a Szovjetunióban. Ebből alig 800 darabot gyártottak. Személyszállításra, futárfeladatokra és katonai célokra is használták, ma Magyarországon mezőgazdasági feladatokat lát el. A rendezvény folytatása szeptember 2-án Kassán, 19-én pedig Szvidnikben lesz.